a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm magam, az Egyházmegye papsága jelenlévő hívek nevében, eminenciás bíboros urat. Nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívást erre az alkalomra, ahol megáldja a Bátori Kegyhely felújítását, és azt a munkát, lelki munkát is, ami itt folyik, illetve későbbiekben reményeink szerint is folytatódni fog. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Tolna megye, Baranya megye kormánymegbízottait, nagyon megtisztelő, hogy részt vesznek ünnepségünkön. Hálás vagyok ezért polgármesterasszonyt, környező települések polgármestereit, Szent Sírlovagrend jelenlévő képviselőit, az Egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek vezetői, diákjait, szülőket, az Egyházmegye zarándokait és azokat a testvéreket, akik más egyházmegyékből érkeztek. Nagyon hálás vagyok, hogy vállalták ezt a zarándokutat. Miboros úr tegnapi napon nyitotta meg az egyéves visszaszámlálást az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal kapcsolatban, ami jövő esztendőben kerül megrendezésre ezekben a napokban, amit éppen most ünneplünk. Ilyen szempontból is külön hálámat fejezem ki, hogy a második napon pedig itt van körünkben, és a Szentmisét bemutatja, és megáldja a felújított kegyhelyet. Ez a kegyhely az történelemben hosszú évszázadok óta nagy jelentőséggel bírt. Reméljük, hogy a lelkipásztori tevékenység, ami itt történik, ez a későbbiekben is meghatározó lehet magyar egyház számára is, az eukarisztia tiszteletének erősödésében, és abban a tudatban, hogy Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk, és ebből szeretnénk erőt meríteni. Megkérem bíboros urat, hogy legyen szíves megáldani a felújítást. Előtte azonban hadd kérjem Sümeg József diákonusunkat, aki a kegyhelynek az őre is, hogy röviden mutassa be a felújítással kapcsolatos teendőket, illetve a kegyhelynek a jelentőségéről ossza meg velünk gondolatait. Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök atya, kedves paptestvérek, kedves vendégek, kedves hívek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a felújított Bátai Szentvér kegyhelyen. A középkori Magyarországon a Mária kegyhelyek mellett 200-nyi eukarisztikus kegyhely is volt. Ezek közül talán a legjelentősebb Báta volt. Az itt történt eukarisztikus csoda következtében Báta Székesfehérvár és Várad mellett nemzeti kegyhely volt a középkorban, amelyet királyok látogattak. Bíboros úr elődei is gyakran megfordultak itt. Telegdi Csanád, Kanizsai János, Szécsi Dénes, Vitéz János érsekek, Szalkai László pedig Mohács előtt itt végezte az utolsó szentmiséjét. Ezt a kegyhelyet a többi eukarisztikus kegyhellyel együtt a törökök elpusztították. Az 1930-as években, amikor Magyarország az eukarisztikus kongresszusra készült, fölvetődött egy gondolat, hogy egy régi, tradicionális eukarisztikus kegyhelyet föl kellene újítani. Az eukarisztikus kongresszus évében, 1938-ban épült ez a templom, és szentelték föl Jézus legdrágább vérének a tiszteletére. A felszentelést végző Virág Ferenc püspök azt mondta a felszentelés gondolatában: ez a hely olyan szent, mint a Golgota hegye, mert Krisztus valóságos vérével szentelte ezt meg. Ez a vér üdvösségünk váltságdíja, amelyről Benedek pápa azt tanítja és mondja, hogy Krisztus ebbe vegyítette a világ valamennyi bűnét, és föloldotta benne. Most ismét eukarisztikus kongresszusra készül az ország, és ennek a készületnek a részeként
Egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően újult meg a kegyhelyünk, újult meg, hogy méltó módon tudja fogadni a zarándokokat, méltó módon tudjunk ezzel is készülni az eukarisztikus kongresszusra. Kérem Bíboros urat, áldja meg Magyarország ma egyetlen eukarisztikus kegyhelyét, és mutassa be a legszentebb áldozatot. Kedves testvéreim, midőn ezt a megújított Szentvér kegyhelyet ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk egyházához. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk. Szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz, a főhöz újra meg újra visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy ránk és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örök Isten, áraszd ki kegyelmedet erre a kegyhelyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hór hegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk itt a pusztában. Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, és ezek megmarták őket, úgy, hogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen, és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy részkígyót, és tűz ki jelül egy fára. Akit marás ért, és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy részkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje. Apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát,
és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi. Tisztelendő érsek atya, püspök atya, kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim, 80 éve annak, hogy újjáépült a Bátai kegytemplom. Ma pedig azt is ünnepeljük, hogy felújították ezt a lényegében mégiscsak modern stílusú bazilikát. Ennek a búcsújáró helynek az újabb története szorosan összefonódik az eukarisztikus kongresszusokkal. A kései középkorban már nagy jelentőségű szentvér búcsújáró hely volt Báta, de a török időkben elpusztult. 1539 és 1939 között romokban hevert a régi szentély. Különös öröm számomra, hogy most a jövő évi eukarisztikus kongresszusra készülve megállhattam a kívül-belül teljesen megújult kegytemplomot, hogy az utolsó vacsorán
az üdvözítő milyen poharat vagy kelyhet használt, erről a Biblia nem szól részletesen. Ám a hagyomány legszentebb erekjeként őriz már a korai középkorban egy alabástromkőből készült serleget, amelyet Szent Grálnak is neveztek. Ez az erekje Spanyolországban ma is megtalálható. Számunkra persze nem a pohár alakja a fontos, hanem az a tény, hogy a tanítványok kezdettől fogva szilárdan hitték, az utolsó vacsorán a bor, bár íze és színe a régi maradt, valóban Krisztus vérévé változott. Az oltári szentségben Isten táplálékunk lett, testi életünkkel is közösséget vállalt. De Jézus az utolsó vacsorán már a feláldozott testét és vérét adta tanítványainak. Egyszerre volt szenvedő ember, és ugyanakkor Istenként korlátlan Úr a tér és az idő felett. A mai evangéliumban Szent János szívünkig ható jézusi hasonlatot ad elő. Ahogyan Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus halála és feltámadása utat nyit számunkra az örök életre és az örök boldogságra. Ezért az egész keresztény világnak diadalmas és reményt adó jele a kereszt. Jelenti számunkra a végtelen isteni szeretetet, amely értünk bűnösökért vállalta a szenvedést és a halált. Felszólítás számunkra a kereszt, hogy viszonozzuk Isten végtelen szeretetét, közvetlenül Isten felé imádságban és imádásban, és Krisztus felé, aki minden emberben megjelenik a számunkra, hiszen azt mondja, amit egynek tettetek a legkisebbek közül, nekem tettétek. Ezért idézi emlékezetünkbe függelékében a Katolikus Egyház katekizmusának összefoglalása az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, az éhség és a szomjúság csillapítását, a foglyok és a betegek látogatását, a halottak iránti kegyeletet, de a tudatlanok tanítását és a szomorúak vigasztalását is. Amikor hívő keresztények az életnek ezeken a területein szeretettel fáradoznak másokért, akár magánemberként, akár intézményes formában, Krisztus iránti hálájukat és odaadásukat fejezik ki. A kereszt jele emlékeztessen mindannyiunkat a szeretetnek erre a kötelességére. De a kereszt reménységünk nagy jele is. Azért a reményé, hogy az élet nem ér véget a földi halállal, hogy minden szenvedés, nehézség, igazságtalanság vagy kudarc csak egy fejezete egy olyan történetnek, amely az örökké valóságba tart, és a mindenható és irgalmas Isten szeretetével végződik. A kereszt manapság sok vita tárgya. Egyesek nem szívesen látják. Mások talán szívesen kitűznék mindenhová, de nem biztos, hogy veszik maguknak a fáradtságot és a csendet, hogy elgondolkozzanak igazi értelméről. Pedig mindenütt, látható formában is itt van körülöttünk a kereszt. Az országban utazva, városainkban, falvainkban, a mezőkön és az utak mentén megújulnak a régi szép keresztek, régi magyar, német vagy szláv feliratokkal, s a gyengéden megformázott szenvedő Krisztus alakjával, amely híven őrzi a régi idők emberének ízlését és szeretetét. És a szép keresztek mellett gyakran megjelenik a friss virág, jelezve, hogy Krisztus keresztje ma is vonza hitünket és reményünket. De kereszt van templomaink tetején is, és ez a kereszt messziről látszik. Sokszor felkiáltó jelek ezek a templomok,
egy elszürkült, elfásult, zaklatott világban. A kereszt maga is missziót végez, tanúságot tesz és hívogat. A mai napon itt van körünkben, bent a templomban a missziós kereszt, amely az eukarisztikus kongresszust készíti elő. Benne található a Kárpát-medence szentjeinek és boldogjainak ereklyéje. Sok közülük, a többség, a legújabb idők vértanúja. Ők mindnyájan követték Krisztus példáját. Életüket adták katolikus hitükért, szeretetből Isten és az emberek iránt. Sokszor nekünk is könnyebb megtalálni Krisztus követésének útját, ha ezeknek a szenteknek az életéről elmélkedünk. Ők közel állnak hozzánk térben és időben. Közülük nem egyre, kortársaink még személyesen is emlékeznek. Boldog Brenner János testvére még itt él és működik közöttünk. Tudjuk, hogyan éltek ezek a szentek. Ösztönzést, indítást adhatnak a számunkra is. Ugyanakkor pártfogóink és közbenjáróink, akik most is itt vannak velünk, érdekli őket a mi sorsunk is. Tekintsünk föl a megfeszített Krisztusra mi is bizalommal, mint hajdan a nép a részkígyóra a pusztában. Jussunk el rendszeresen ide, a kegyhelyre, a templomainkba, magához az eukarisztikus Krisztushoz. Legyen a szentmise és a rendszeres szentáldozás éltető elemünk, reménységünk és erőnk forrása. A szentségi Jézus imádása pedig újítsa meg bizalmunkat a mindenható és irgalmas Istenben. Nézzünk a Szent Keresztre, és Krisztus iránti hálából nyissuk meg a szívünket azok felé, az emberek felé, akikkel az életben találkozunk, hogy személyükben viszont szerethessük a megfeszített Krisztust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Amen. A mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon fölkapukva, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához, hogy üdvözítőnk értünk vállalt szenvedése, és értünk kiontott drága vére, szolgáljon minnyájunk üdvösségére. Mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád és egész egyházért, különösen a szent atyákért, Ferenc pápáért, hogy hit, a szeretet és bátor hirdetője és tanúságtevője legyen minden ember számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk hozzád, Istenünk, magyar hazánkért, püspökeinkért, a papokért és diakónusokért, a szerzetesekért és a szent szolgálatban segítő minden munkatársért, hogy őszintén, bátran és felelősségteljesen munkálják a rájuk bízottak üdvösségét. Urunk, hozzád fordulunk a szenvedőkért, az úton lévőkért, a vándorlókért, és mindazokért, akik rólunk gondoskodnak. Őket befogadják, hogy mindnyájan békében és egyetértésben éljünk egymással.
mindnyájunk javára és a te dicsőségedre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, add meg Istenünk, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra történő felkészülés utolsó esztendeje segítse minnyájunkat Szent Fiat testének és vérének szent titkát mélyebben tisztelni, az állandó megújulás útján járni és szeretetben növekedni. Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, adj nekünk szent papokat, akiket látva egyre többen értik meg, hogy téged szolgálni öröm és derű, kedvesség és alázat, szeretet és élet. Add, hogy gyulladjon fel a fiatalok szívében az a láng, amely elvezetheti őket a papi szolgálatba. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, hallgass! Kérünk, Urunk, tekints népedre, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, vállalta a kereszt gyötrelmét, és kiontotta szent vérét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyag szent egyház javára. Kérünk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, amely a keresztoltárán az egész világ vétkét eltörölte. Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. És a lelkünk. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűnfáján győztes sátánt, a keresztfáján győzzele Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szerávkórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát,
amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György és Péter püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermeket. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozom, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem tudom, hogy a lépőbe jöjjön, hanem csak egy szóval, és te még
Hirdetem a kedves testvéreknek az áldozás rendjét. Ahogyan előzőleg is hirdettük már, figyeljék a sárga zászlókat. Sárga zászlóknál lesz az áldoztatás, oda mennek az atyák. Figyeljünk egymásra, mindenkihez el fog jutni az Úr Jézus, tehát mindenkit meg fogunk áldoztatni. Itt elől a nagy sátornál, minden oszlopnál áldoztatunk a templomban 3 helyen, és a templom mögött a másik kivetítőnél is 3 helyen. Legyünk türelmesek. Asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Eminenciás bíboros úr, hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő, olvashatjuk a 127. Zsoltárban. Az elmúlt hónapokban kézzelfogható módon megtapasztalhattuk az Úr segítségét, támogatását, hogy a Szentvér kegyhely napról napra szebb és méltóbb lett a neki rendelt szerepéhez, az emberek lelki megújulásához. A mai ünnep számunkra egyszerre az építkezés befejezése, és a lelki megújulás kezdete. Ezért különösen hálásak vagyunk, hogy a bíboros úr eljött közénk, hogy együtt ünnepeljük az eukarisztiát és megáldja a Szentvér kegyhelyet. Továbbra is kérjük bíboros úr imáit és lelki támogatását, hogy hazánk egyetlen eukarisztikus kegyhelye, az eukarisztikus kongresszus és a kereszténység újjászületését szolgálhassa. Mi is megemlékezünk bíboros úrról, kérve a mindenható Istent, hogy szolgálatához adjon bőséges áldását. Eminenciás bíboros úr, én magam is megköszönöm az ünnepet, megköszönöm bíboros úr jelenlétét, hiszen ez a Magyar Egyház egységét is, és jelenlétét is jelképezi számunkra. Hálásan köszönöm az tanítást és a szolgálatot. Mint ahogyan szeretném megköszönni az építőknek, ahogyan plébános úr utalt az építőkre, szeretném megköszönni az egyházmegye munkatársainak, szakembereknek a segítséget. Szeretném megköszönni a kivitelezőknek, akik ebben részt vettek, tervezőknek, mindenkinek, aki munkájával, szaktudásával ezt az áldozatot meghoztam. Ugyancsak ismételten kifejezem köszönetemet polgármester asszony felé, aki sajátjának tekinti az itt folyó munkát és azokat a körülményeket biztosítja, ami szükséges
és szükséges volt az építkezéshez és a későbbi munkához. Hálásan köszönöm. Köszönetet mondok a mai nap szervezőinek, kettős minőségben is. Szeretném megköszönni főtisztendő plébános atyának, munkatársainak a mai naphoz végzett szolgálatot is, de nem csak, hanem ugyanígy a kegyhely felújításával kapcsolatos szolgálatot is. Szeretném megköszönni Sümeg József diákonus testvéremnek, aki mind a mai nap szervezésének kigondolója régóta, mind pedig a maga szaktudásával, személyes jelenlétével előmozdította, hogy ez a munkálat, ami itt most befejeződött és áldást kapott, ez ilyen szépen sikerült. Hálásan köszönöm ezt. Köszönöm az Egyházmegye munkatársainak, pasztorális helynök atyának, és mindenkinek, aki mai ünnep szervezésében részt vett. Hálásan köszönöm, és átadom a szót Nyúl Viktor helynök atyának. Szeretnénk ezúton is megköszönni mindazoknak, akik segítettek bennünket ez arándoklat előkészítésében. Különösen a mentőszolgálatnak, a Baranya megyei rendőrkapitányságnak, a Mohácsi rendőrkapitányságnak, a Motoros Polgárőr Egyesületnek, Báta önkormányzatának, Huszárné Lukács Rozália polgármester asszonynak és munkatársainak, Báta jegyzőjének dr. Kohány Andrásnak, az Autópark 2010 Kft. Buszos szolgáltatóinak és a cserkészeknek. Továbbá a pasztorális iroda munkatársaimnak, a gondnokság, az egyházmegyei Caritas munkatársainak, Mohács plébánia Caritas csoportjának, Dunaszekcsői vendéglátást biztosító Caritas csoportnak, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus munkatársainak. Továbbá a bátaszéki plébániának, Körtösi Krisztián plébános atyának, Sümegi József diákonus úrnak, a kegyhely őrének és munkatársaiknak. Továbbá a katolikus iskolák és óvodák imaszolgálatban résztvevő pedagógusainak. Az orvosoknak, a kerékpáros zarándoklat szervezőinek, az imaszolgálatban résztvevő önkénteseknek, a hangszórót, keresztet és az egyházmegyei zászlót vívőknek, az állomásvezetést vállaló önkénteseknek, a népviseletben szolgálatot vállalóknak. Végül köszönetet mondunk a Pécsváradi Architekt Kft.-nek, Aliszka Bau Zrt.-nek és az ő alvállalkozóinak. Illetve szeretném itt megköszönni paptestvéreknek a szolgálatot a gyóntatásban, a Szentmise megünneplésében. Továbbá szeretném megköszönni mindazoknak a betegeknek, akik nem tudtak eljönni, de lélekben bekapcsolódtak zarándoklatunkban. Imában maradjunk együtt. És külön megköszönöm mindazoknak a zarándokoknak, akik eljöttek ide, akik gyalogosan is eljöttek ide, a legfiatalabbnak és a legidősebbnek is, köztük a több mint 90 éves Józsi bácsinak is, aki ismét gyalogosan zarándokolt közénk. Isten áldjon meg mindenkit, köszönet mindenkinek! Hálásan köszönöm püspök atyának, paptestvéreknek és az egész hívő közösségnek, hogy most együtt ünnepelhettünk. Köszönöm a kedves fogadtatást. Különös öröm volt, hogy ebben a szentmisében több mint 2000-en részesültek a szent áldozásban is. Tehát Krisztus testében és vérében is egyetlen nagy közösséget alkottunk. Báta, mint szent vérkegyhely, belegondoltunk abba, hogy a Szentvér tisztelete a világegyháznak ma legaktuálisabb és legtöbbet vitatott problémáját. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus meghirdette, hogy mindenkit szeret az Isten, mindenkit üdvözíteni akar, hívja a szegényeket, a betegeket, a bűnösöket, a távolállókat. És aztán egyszerre csak azt halljuk, hogy a legerősebb hagyomány, ami az ő személyéről szól, az mégiscsak ahhoz a titokzatos vacsorához fűződik, amit halála előtt a tanítványaival elfogyasztott, és amelyen azt mondta, hogy ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Tehát Izaiás próféta jövendőlését a szenvedő Isten szolgáról. Arról az áldozatról, amit ő vállal a népért, saját magában beteljesítette.
De hát miért volt erre szükség? Milyen az Isten? Mindenkinek ad számolatlanul, ugyanakkor mégis áldozatot kíván. Igen, ez az Isten titka. Nem úgy áll a dolog, hogy azt mondja minden bűnösnek, megbocsáttatnak bűneid, de vétkezz nyugodtan tovább. Hanem azt mondja, menj és többé ne vétkezzél. Tehát megtérést kíván az embertől, kész mindenkinek megbocsátani, akar mindenkit üdvözíteni, de szabadságot ad nekünk. Erőfeszítést kíván tőlünk. És ez az erőfeszítés a legdrámai pillanatban még az élet odaadását is jelentheti Isten és ember iránti szeretetből. Tehát amikor a Szentvért tiszteljük, akkor álljunk meg ezelőtt a titok előtt. Vegyük észre, hogy ma a keresztény világnak szüksége van arra, hogy ráébredjen erre. Tehát nem egy egyszerű, kényelmes életmód tanácsadás a kereszténység, hanem egy dráma. Az emberi méltóság drámája és a keresztény szabadság drámája. Erőfeszítésre van szükségünk ahhoz, hogy Isten akarata szerint valóban a nekünk rendelt hivatás szerint éljünk. De ehhez az erőfeszítéshez megkapjuk az erőforrást is, minden forrásom belőled fakad, megkapjuk az eukarisztiát, megkapjuk Isten kegyelmét, ezért vagyunk mindig hálásak. Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is egy vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk. Isten áldja meg az egyházmegyét, Isten áldja meg ezt a kegyhelyet, és reméljük, hogy az eukarisztikus kongresszus után is eleven központja marad katolikus hitünknek és kultuszunknak. Köszönöm szépen! Szentmisét eukarisztikus körmenettel zárjuk. Ahogyan bevonultunk, abban a sorrendben fejlődnénk föl a körmenethez, megkerüljük a templomot, majd a Szentmise a szentségi áldással a templomban fog befejeződni. Köszönöm magát értünk fel, hogy az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és feljövőzésük. Ünk és meg, átunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberre. Add, hogy aki az eukarisztikus kongresszus ünnepése egész hívő közösségünk
fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen.